Teljesen ilyen elvetemedett ötletekkel elszántom magamat, mert hát képzelhető,
jön a férj, notár, kint van az asszony. Na és? Mondjad, nagy izgalmas helyzet. Hát azt csináltam, hogy kibújtam a diványról is, és átjátottam a lényegét telefébe, érted? És a szemébe rögtön neki. A marhának. A szemébe rögtön. És a marha, mert biztos, hogy nem tudtam, mit rögsz. Nem tudtam. A marha. Nem tudta észre, kézre. És hogyan váltottam magad? Hogy? Hát nagyon egyszerűen. Tudod, az volt a szerencsém, hogy nem jutott eszembe semmi jó kihozás, hogy történetet. Hogyha eszembe jutott volna valami, az én esetek jött volna, de így, hogy nem jutott eszembe semmi, így valami kellett mutatályok is eredet az útkérre, hogy csináltam ilyet ember. Értem, meg kirogtam az igazat. Na ne! Elmondtad, hogy csókolózod ott Ingújban a diványon, amikor ő belépett? Pontosan. Csak az egészet úgy mondtam el, mint hogy az egész nem akkor történt volna, nem mondtam, hanem mit tudom én. Két napra ezelőtt, máshol is, és másnak a feleségébe. És azt mondtam a marhának, hogy én mutattam a feleségének, hogy most láttam, de akkor érted. Szóval két napon még az előtt is, és hogy azzal bőgte. Igazam, hazudtam. Hihetetlen van merőség, és elhittem. Elhittem, képzeld el. És jó, röhögött rajta. Hát, csak egy fél tud ilyen morva lenni. Hihetetlen, hogy nem vette észre. És persze, amilyen marha, biztosan nem kérdezt, hogy mi a váltad ki magad. Mikor? Hát amikor a férbe tudom. Azzal, amelyikről azt mondja, hogy azt történt el, amit tudom. Melyikkel? Azzal a tegnap előttivel. Ja. És mit mondtál volna, hogyha megkérdezte volna, hogy a vártad volna? Gondolom, ugyanaz. Azt mondtam volna félnek, hogy meséltem az asszonykájának a kalandot. És így tovább, és így tovább. És így tovább. Óriási! Itt ülő történet, mit tudsz hozzá? Roppant izgalmas! Hát nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen férj, ilyen marha tud lenni. Pedig sokat halt az ember a pillé. Ojé! Hát persze, hogy hal, megolvas is, de ilyen, mint ami a fejében tudod. Hát ez egy kész kabaré jelenet. Meg is lehetne írni, ez kész kabaré szerző vagy. Azt hiszem. Azt hát, a marha férj, vagy igazat hozodik a házbarát címen. Hát ne is most fel, még megtalálom írni. Csak egy jó poén kellene hozzá, mert nincs poén. Szépen tudnék találni. Ugye, ha mondjuk én is. Te? Persze, ha mondjuk onnan lehetne kiindulni, hogy miért nem fértél a divány. Hogy miért nem fértem a dívány alá? Ugyan kérlek, ennek igazán kevés köze van a dologhoz. Hát miért volna? Például kiderülne, hogy azért nem fért a dívány alá, mert ott már volt valaki. Már volt valaki. Miféle marhaság ez? Hát mondjuk a férj előzőleg elmutatott valakit a feleségét kivesedni. Hagyd abba, öregem, nagyon furcsa képzelett ezt a műfajt. Hát valami valószínűségnek is kell lenni a dologba, szóval teljesen lehetetlen, nem lehet beadni a közönségnek. Azt mondod, hogy lehetetlen? Na fogadjuk, hogy nem lehetetlen. Hallottam egy már a félét. Mi? Hogy a férj elmutatott valakit a feleségét kilesedni. És aztán? És aztán a kellő pillanatban előjött, és vallott, mint tanú, a vállásnál. Ja, már ne hazudj ilyeneket, ezt úgyse hiszi el neked senki. Na, fogadjunk, hogy van, aki elhiszi. Ki? Például te. Én. Tehát. Kovács. De tökön. Van szerencsét bemutatni, Gábor magányhozott. Nála van a terhésben kettem. Azt kell sajátni. Mi? Miféle blogetta? Jegyzőkönyv, amelyben igazoljuk, hogy a hölgyike nem kap vissza semmit a hozományából.
jegyzőkönyvet a tényállás találtatjuk voltam az ügyvédnek. Mehetünk. Szervusz, Feriki. Ja, és amennyiben elveszed a feleségem, kiadásai némiként megdöbbenek. Ajánlom, hogy ezt a szóban forgó kabarjelenetet a következő címen írd meg. A marha ház barát, vagy a hazugságot igazolt férj. Na, szervusz. Ki meri ezt előadni, ha megírod?